Tisztettel köszöntöm a Frankó TV nézői, Somorjáról jelentkezünk, ahol a második ligás rangadó, a Somorja és a Ligetfalu mérkőzést láthattuk. 2-1-re nyertek a hazaiak, és ahhoz, hogy 2-1-re nyerjenek, ahhoz kellett egy Almási Laci gól is. Gratulálunk, nehéz meccs volt. Hogy értékeled a teljesítményedet és a csapat teljesítményét? Hát először is a csapat teljesítménye szerintem kiharcoltuk, mert azért Petuzsalak azért elég jól jöttek. Még azért nekem is volt pár helyzetem, amit még lehetett volna egy-két gólt rúgni, sajnos nem sikerült, de remélhetőleg jövő héten majd ezt bepótolom. Remélem, ilyen küzdeni akarással és harcolással fogunk jövő héten is a meccsbe kezdeni, szóval remélem azt is megnyerjük. Fantasztikus, láttam az utolsó percekben kellett még a 16-osban is besegíteni, úgyhogy bírtad erővel, és amit még kiemelnék, ugye ott volt egy nagy helyzet, sőt kettő, egyiket a kapus lábbal védte, viszont a másikat emelném ki, ezt a momentumot, amit ugye fölé lőttél, de ott elvált a nartal, úgyhogy az önbizalommal már nincs gond. Hát még lehet, hogy ott átvehettem volna, és aztán rúghattam volna, de sajnos így sikerült, nem volt belőle, de fő, hogy gyertünk. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan mérkőzés volt, ami az élvonalba is bepaszolt volna, mert rengeteg helyzet, nyitott meccs, és hát 600 néző, úgyhogy fölkapaszkodhat a Somorja, a hatodik helyzet Ligetfalut megverte, és hát iránya, első hat, úgy néz ki. Reméljük. Szerintem elég jó csapatunk van ahhoz, hogy első 5-6-ban benne legyünk, és azon, hogy fogunk dolgozni, és sikerüljön. Ha már itt vagy, akkor megint azért megkérdezem a holnap dac meccs. Mit vársz a Rózsahegytől, és mit vársz a csapattól a playoffban? Ugye úgymond 6 pontos meccs lesz, mert hogyha most leszakítja a Rózsahegyet a dac, akkor már nem lehet rosszabb szerintem, mint a harmadik. Biztos nehéz meccs lesz, mert a Rózsahegy azért tudjuk, milyen eléggé szoros meccsek szoktak lenni velük, de szerintem dac 1-2-n óra megvárja őket, legyen így. És még egy utolsó kérdés, csütörtökön lesz Nagyszombatban egy szlovák-magyar válogatott meccs a Nemzeti Ligában. Mit vársz? Milyen mérkőzést, és mit vársz a dacosoktól, Kalmártól és Satkától egymás ellen fognak játszani? Szoros mérkőzés lesz, teljesen biztos vagyok benne, de inkább nem mondom, hogy most kint szeretném, hogy nyerjen, de biztos egy jó meccset láthatunk. Hát, akkor nem döntetlen, letippelet. Nem, valamelyik biztos nyer. Köszönjük, Laci, és csak így tovább a Somorjai mezben. Köszönöm szépen.